Sziasztok, itt Attila, ez pedig a Gamehalom csatorna 7 Days to Die sorozatának 79. része. Eddig itt a szépen felkelő napnál akartam elkezdeni a videót, eddig az is volt itt előttünk, de elkezdett esni az eső, és aztán ilyen szomorú, gloomy időszak lett. Na, figyeljetek, jó, a kamera megmaradt. Van egy olyan hiba, hogy időnként eltűnik a kamera ilyenkor, amikor így váltok a két nézet között. Na, volt egy beszélgetésem az egyik kommentelővel így kommentekben, és végül úgy döntöttem, hogy mi a fenért nem módolnám vissza a régi kedvenc vadást puskámat, ezt a hunting rifle-t. Most már csak meg kell valahogy szereznünk. Ez az. Hogyha összetudunk, hát nem fogunk összetudni rakni eleget, ahogy nézem, mert nincs annyi XP-nk, de ha legrosszabb esetben, hogyha addig nem szerzünk, akkor összeformulunk elegendő XP-t, és akkor megkapjuk a pontot rá, hogy kifejleszhessem a hunting rifle-t. És legalább akkor kettes szintre fejlesztjük. Milyen cuccaim vannak? Van egy darab fegyverünk. Nézzünk csak, mert leraktam ide a lever action rifle-t. Pisztolyt nem akarok vinni. Vigyünk revolvert. Revolverből se sok van. Vegyünk egy shotgunt. Viszünk egy shotgunt, és ezt meg így hagyjuk így. Így ne. És amit szeretnék, az az, hogy először kajálunk, és el fogunk menni itthonról. Pontosan merre az még kérdéses számomra, szerintem megfogjuk, és átmegyünk egy másik kereskedőhöz, ite, Bobhoz. Bob az teljesen jó. Igazából az a célom, hogy tudjunk úgy küldetésezni, hogy ne küldjön át minket a lepusztult földre. Az annyira nem vonz. Azt úgy kihagynám, megmondom teljesen őszintén. Illetve volt ilyen visszajelzés az építkezéssel kapcsolatban. Egyrészt mondtatok egy ötletet, az egyik néző legalábbis mondott, hogy építsünk egy könyvtárat, és ez tökre megtetszett, illetve ezt, hogy ezt át kéne alakítani, hogy ne legyen ennyire meredek, hanem legyen egy kicsit olyan, értitek, olyan kevésbé meredek. Ezt simán át lehet alakítani, igazából meg tudjuk csinálni, most rögtön nem fogjuk elkezdeni. Hopp, 31%-on vagyunk, azt hiszem viszont... Aha, itt van gázolajunk. Nagyon jó, tessék. Újra is töltve az egész. Itt nálad kaja is van, innivaló is van, az még jobb. Akkor teljesen jók vagyunk erre az egész kalandra most. Bejelöljük egy quick waypont-tal. Így, és akkor itt látom, hogy akkor pontosan merre is kell mennünk. Hello. Hello, itt egy drop, ami most érkezett le. Gondolom nem töltötte bele, ahogy így a levegőbe volt, és azért láttam így leérkezni, így ejtőernyővel meg mindennel. Hát, ez nem mondom azt, hogy a legjobb találat. Honnan a repülő? Ja, neked nincs is ilyened. Ilyet nem is hoztunk, azt hittem nála van. Ilyen lockpickes dolog, de hát akkor nincs. Akkor mindegy. Viszont olyat tudok csinálni akár, hogy ide be is rakjuk ezeket. Nem? Ezt így. És akkor így négy, akkor meg vagyok rendben helyen. Tehát nem kezdett el foglalni még egy... Ó, szarvas. Nem baj, most azt nem vadásszuk le, mert amúgy is van elég kajám otthon, alapvetőleg. Illetve nem akarom, hogy foglalja a helyemet így az inventoryban. Tudjátok, mit kellett volna hoznom? Pénzt. Pénz nélkül, hogyha itt van vadászpuska, akkor úgy elég nehezen fogom megvenni. Már alapvetőleg inkább küldetéshezni jöttem el, mint sem, hogy ténylegesen meg is vegyem. De ha esetleg véletlenül árulná, akkor nem lett volna rossz, hogyha hozok pénzt. Nézzük, rögtön rá is kerestünk, nincs itt. Itt van-e? A másik kereskedőnél már megnéztem videón kívül. Itt sincs. Jó. Az nagyon jó. Oké, akkor minden, igazából nem is akarunk semmit szerintem. Adj egy küldetést viszont. Clear zombie. Az legyen 400-as kabin, 3-as kabin. 3-as kabin épület. Remélem kapunk új helyeket. Mármint nem az a szokásosakat kapjuk. Sose jegyeztem meg, hogy milyen neveket írogatott mellette. Pedig mondták egy-ketten egyébként, hogy azzal úgy el tudnám kerülni, hogy nem veszek fel olyan küldetést, amit annak jelez. Wow, hol megyünk? Kimegyünk jó formán a városból. Erről jöttem.
Ja, erről jöttem. Az a házikó lesz. Nem mondom, hogy sose jártunk ebbe még, de figyeljetek, legalább nem a szokásosba küld. Ez is valami. Na. Lootoljuk ki kétszer, vagy lootoljuk ki egyszer? Lootoljuk ki egyszer. Nincs kedvem neki futni még egyszer. Tudjátok, hogyha leraktam volna... nem is leraktam volna, hogyha végig lootoltam volna az épületet, és utána fogtam volna, és akkor indítom el a küldetést, akkor ugye... visszarak mindent. Ez kell és ez kell. És akkor most elhordjuk ezt az épületet elég rendesen. Visszaszedjük a gázolajunkat, amit felhasználtunk arra, hogy eljöjjünk ide. Illetve... leváltottam. Mi a fenének hívják? Ilyen elektromos alkatrészeket akarok gyűjteni egy keveset. Nem feltétlenül kell, mert van azért 100 valamennyi, de... tudjátok, ne fogyjunk ki. Most úgyis csak úgy random gyűjtögetünk, hát ha egyszer megkapom a Hunting Rifle-t. Ez milyen szépen áll itt ez az ajtó. Nincs is egymás mellett rendesen. Azért rakták így, tudjátok, azért rakták így, hogy a kar, ugye a kilincs, az mindkettőnél egy oldalt legyen. Csak az a probléma, hogy a Seven Days to Die-ben nem bírod az ajtókat így helyileg forgatni, hogy mondjuk ezen a vonalon legyen, csak megfordítva. És hogyha úgy rakták volna ki, mint ezt, akkor ugye ez az ajtó, ennek az ajtónak a kilincse itt lenne. Így most így el van csúszva egymástól. Nem nagyon furán néz ki emiatt. Jaj, beszélgettem az egyik nézővel így kommentekben. Oh, hello. Hát ez nem jött össze. Az egyik fegyverről a... azt hiszem a revolver volt, igen, a revolver. És... eddig bele se gondoltam, de hogyha a revolverrel lőttök, és újra töltötök, akkor fogja és megforgatja a cilindert. Azt hiszem jó nevet mondok, vagy hát értitek, hogy vagy azt hiszem cilindernek hívják a tárját a fegyvernek. De mindegy, és azt megforgatja. Tehát van az animációnak egy plusz része, amikor még pluszban leforgatja azt a cilindert, és pazarolja az időt. És amikor tudjátok, nagyon lövöldözni kéne, vagy valami, akkor elég zavaró tud lenni. Na? Mindjárt bejössz. Még egy ütés. Pá! Úgy, de kevés XP-t kapunk. Hozzá vagyok szokva az XP szorzózáshoz. Ugye az élőadásokban mindig XP szorzóval játszunk, hogy hamarabb haladjunk A-ból B-be. Már arra gondoltam egyébként, hogy legközelebb, hogyha elkezdem a sorozatot, hogyha esetleg kiadják végre a következő verziót, akkor szerintem ott is XP szorzóval fogok játszani. Ez az épület amúgy egyelőre nagyon unalmas. Nézzétek meg a kiépítését, mármint nem csak úgy, hogy aki megtervezte ezt a házat, hanem maga az egész design meg hasonlók az ilyen tök üres. Semmi nincs benne, látjátok? Legalábbis ahhoz képest, hogy milyen épületekbe jártunk eddig. Olyan, mint hogyha lehetséges, hogy ezt régebben készítették, ez egy régebbi épület, és nem javították föl, vagy valami, értitek. Mert úgy általánosságban elégedett szoktam lenni az épületekkel, amiket készítenek. Széttéphetjük. És maradhat minden más még. Volt egy olyan tipp is. Hopp, hello! Hello, radioaktív zombi! Valami madár van. Aha. Jó hangos, de nem tudom hol van.
Egyszer csak felvedezzük, tudjátok, hogy rám ugrik. Ezt jól megijedek majd. Na, hol vagy? Hogy ne. Shotgun annyira egy jó fegyver a Seven Days to Die-ban. Általánosságban véve nem vagyok nagyon shotgun rajongó. De ebben a játékban kifejezetten kedvelem. Ez az. Leestünk. Yes. Oké, egy meghalt. Ott jön még egy. Sejtettem, hogy jönni fog a múlt. Ahogy ne. És ennyi. Ez zárva van. Érdekes, az hova vezet? Ja, értem, így ide. Aha. Ez az épület nagyon furán van megtervezve. Tehát, ha belegondoltok, ahhoz, hogy ebbe a szobába eljussatok, ahhoz körbe kell menni az egész épületem. Mármint úgy körbe, értitek, hogy itt végig, ott föl, és akkor itt fel, és akkor idebe. És nem csak amiatt, mert ugye zárva vannak az ajtók, tehát még ha nyitva vannak az ajtók, még akkor is ugye ez kicsit fura egy épülettervezés. Hunting rifle. Yes. Attól eltekintve, hogy rossz, és egyes szintű, attól eltekintve szereztünk egyet. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar meg is kapom. Yes, ennyi. Nézegettem egyébként, hogy a lever action rifle és a hunting rifle között milyen különbségek vannak játék statisztikailag. És a lever action rifle az a... Fogalmaz... Ó, kutyák jönnek. Ó, mi van, megrohamoztatok? Nem találtam el. Biztos? Én szerintem azt talált. Na jó, nem vagyok 100%-ig biztos benne. Hoppá! Hol vagy? Ja, már elmentél innen, vagy mi van? Ott van egy. Ha mennyien vagytok. Jaj, de kis aranyosak. Nem baj, igazából voltak éppen, nem nagyon szeretnék harcolni velük. Áú. Nincs annyira sokukunk harcolgatni. Gyertek, üldözzetek végig, ha nagyon szeretnétek, de végeztem az azzal épülettel, szóval azt úgy meg is kaphatjátok. Nekik adom. Szóval nézegettem a statisztikáját a két fegyvernek, és a lever action rifle, amit az előző részben nézegettünk, amit eddig használtam tárcsővel, az statisztikailag jobb, mint a vadászpuska. Még ez a módolt vadászpuskánál is, tehát nem csak a simánál, hanem ennél a módoltnál is, mert ez a módolt, ez azt hiszem statisztikailag nem állítja a fegyver sebzését, meg az ilyenjeit. Azt hiszem, de nem vagyok 100%-ig biztos. Hello! Ó, 762-es lőszer, az mindig jöhet. Most kész van az a küldetés sorozat. Kaphatnánk még egy forcsot, vagy könyveket. Legyen könyvek. A könyvek az random könyveket ad, és azok simán lehetnek értékesebb, mint a Scrap Armor, meg a Pipe Machine Gun. Szóval szerintem azzal jó leszünk. Speciális küldetés, adjál egyet. Aha. Wow. Aha. Szóval oda-haza menjünk majd. Jó. Oké, ezen kívül adsz nekem egy másik küldetést, mert na, nagyon szórakoztató hazamenni, de úgy mi lenne mégse. Majd menj innen. Majd később hazamegyünk egyelőre, annyira nem érzem szükségesnek. Nem ezt szeretném. Van egy pár cuccunk. Ezt szedjük ki belőle a festéket? Úgy. És még mielőtt eltűnik, azelőtt kezdjük ebbe szórni a dolgainkat.
Hogy ne. Ez mehet, ez is. Ez is, ez, ez, ez. Igazából voltak éppen, tudjátok mit, minden mehet. Úgy. Hol vagy, robot? Neked ezt a kettőt odaadjuk, ezt is. Szándékosan nincsenek ezek tele például, ezek. Szóval, akár meg is nézhetném, hogy van-e ilyenünk. Ilyen van. Ilyen is van. Méz. Szteroidot nem tudom, hogy cipelünk-e magunkkal. Egy ilyen is van nálunk, azt hiszem. Nem, szteroid nem volt nálunk, meg ezek se. Mindegy. Ugye azért nem maximum stacknyit hozunk, hogy tudjak így berakosgatni, hogyha szeretnék. Jó, nem látok egyelőre, ami a robotnál lenne. És nálunk nincs. Ezt kinyitjuk. Ez az egyik könyv se olyan, amelyiket ne ismernénk. Mit vegyünk ki? Vas az... Voltak éppen vasat, azt nagy esélyt találni fogunk mindig. Csont. Coffee beans. Nem fontos feltétlenül beszúznunk egyelőre semmit, majd maximum meglátjuk, hogy miket kapunk. Ha már tényleg nagyon nagy gázba vagyunk. Ez nem az a küldetés, amit kéne csinálni. Ezt mutasd. Egy jobb minőségű vadászpuska jobb lenne. Most már viszont nem rakunk pontot rá, mert most már van vadászpuskám. Tehát most már ugye megvan. Várjátok, azt hiszem tudunk egy... Nem, csak akkor lehet, hogy a debug menü. De... Bug... Nem, menü. Úgy, elírtam az út. Tudunk egy ilyet csinálni. És szembe is tudunk olyan nézni, várjátok. Valahogy azt hiszem lehet szembenézni. Nem, mondjuk nem néz ki rosszul. Próbálgassuk így egy picit a játékot. Nézzük így milyen. Legalább egy kis változatosság, figyeljetek. Jó, erre kell bemenni. Beállunk szépen. Hogyha el kell hirtelen hagyni a házat, tudjátok, mint előbb a kutyákkal. Na, így nézzük. Olyan fura a játékot így játszani. Nem szedtem szét semmilyen elektronikát a másik épületbe. Abszolút elfelejtettem. Nincs semmi. Az is érdekes egyébként, hogy tehát ez nem egy nagy fejlesztés szerintem, és mégis berakhatnák. Tehát, hogy fölfele meg lefele ugye nem néz a karakter, látjátok? Amikor céloztok, akkor lenéz, meg fölfele fölnéz. De amikor csak így vagy, akkor nem néz sehova se. Tehát egyenesen fixen van. És ugye, hogyha becélzol, akkor tudsz mondjuk esetleg így rámutatni barátoknak, hogy merre akarod, hogy nézzenek, vagy valami. Azt hittem van egyébként olyan, hogy... Ó, így is tudunk váltani. Érdekes. És az F5-ön kívül ez is működik? Aha. Az alt billentyű is vált. Vezünk, erre átváltunk. Nem bírja szétszedni. Lol. Nem tud szétszedni semmit sem. Várjátok, ütni tud egyáltalán? Ütni tud? Érdekes. Hogy nem működik a szétszedős? A távolságot viszont nagyon nehezen érzed. De furán üt viszont, hogyha így nézed. Nem tudom, milyen távolra ütünk. Jó. Fú, nagyon nehezen érezni a távolságot. Egy ásó kéne ide. Ez nem fura, hogy ezt így nem szedi. Most szedte. Lehet, hogy nem álltam elég közel. Nem, ezt nem szedi most. Most szedi. De fura. Pedig látjátok, most hátrébb álltam, és ugyanúgy szedte. Mindegy, nem, ez csak ilyen...
ilyen próbaszintes dolog volt tőlük, tehát nem tervezték úgy, erre kellett volna bemenni. Na mindegy. Tehát nem tervezték úgy, hogy valaki is így használja a játékot külső nézetben. Csak jó pofai kipróbálgatni egy picikét. Bár az animációk nem viszik túlzásba ahhoz, hogy jó, hogy tényleg megérje. Cooking pot. Azért mondjuk vigyük magunkkal. Mi a feladatunk? Aktiválni mondjuk a küldetést. És erre van a hivatalos bemenetele az épületnek. Azt hittem ott a kocsival a... Hát végül is itt is fel lehetne jönni, igen, szerintem. De jaj, én azt hittem, hogy itt bejössz, és akkor itt föl így. És akkor így jössz be ide. Ezt az épületet már csináltuk. Ja, akár erre emlékezhettem is volna. Erre akár emlékezhettem is volna. Szóval szerintem jelenleg ezt a vadászpuskát azt nem éri meg használnunk. Igen, ennek bőven több a sebzése most. 48, ennek meg 71. Szóval... Most jelenleg, hogyha egyeket pötyögtetünk ezzel a fegyverrel, akkor többet sebzünk. Ó, ez így nagyban esik szét, jó. Nem baj, úgyis szerintem erre lefele kell jönnünk. Valamilyen... Amit hallok. Hello! Ők már kitartóbbak. Lehet a következő vörös éjszaka az egy kicsit nehezebb lesz. Hanyadik game stage-nél vagyunk? 134. Nem növekszik olyan gyorsan egy ponton túl, mint gondoltam. Hogy majd könnyű lesz elérni. A 200-at kéne összehozni, mert azért kapok achievementet. A 200-ig sosem mentem el. Mindig előről kezdtem a játékot, még mielőtt elértem volna. Hello. Úgy ne. Mi ez a fadarab itt? Hello, valaki? Ezeket visszük magunkkal. Nem mintha annyira nagy szükségünk lenne rá, csak hozzászoktam, hogy összegyűjtöm. Meg jó könyv, nem így könyv, hanem kő mennyiséget ad. De furán van ez a könyvespolc idejezve. Ezt fogadjunk, valami rejtett szoba akart lenni, nem? Az épület is milyen fura amúgy, így belegondolva most. 15%-kal gyorsabban és messzebbre tudjuk dobni a lándzsákat. Ó, szóval erre nem is tudunk csak úgy átmenni, és hogyha legugolok, akkor sem. Jó, hát akkor ezt szét kell vernünk. Jó, erre tudunk tovább menni még. Ha már itt vagyunk, nem ezt szerettem volna. Várjátok? Ja jó, oké. Ugye a tenyeréből rakja oda a töltényt. Jó, még elhiszem, hogy onnan, hogy emeli a kezét, és ott van a lőszer. Na, zombik. Egy, ennyi. Hát ez mellé ment, az is mellé ment, nem baj. Ez ennyi. És a tükör van, meg áldozási oltár van itt amúgy. Elég komoly, várjátok, készítünk egy képet, csak egy. Egy nem. Várjunk, akár lőhetnék is egyet így. Tehát megállok és lefotózom most. Nem. És akkor ez lesz a videónak a képe. Ha nem felejtem el. Ó, tele vagyunk. Leatherhood, ez mondjuk jó. Igazából... Tessék, itt egy csákány, itt egy ásó. Baltát azt nem. Hunting rifle-t azt annyira nem éri meg használni jelenleg. Sőt, szerintem az a helyzet egyébként, hogy
Ja. Akármennyire szeretnék azzal a Hunting Rifle-lel mászkálni, attól függetlenül nem éri meg most annyira vinni magunkkal. Ebbe volt valami. Lámpa. Úgy ne. Szép lassan, hogy visszamegyünk arra, merről jöttünk, és akkor begyűjtöm az összes ilyen elektromos dolgokat. Aztán lassan esteledik az idő. Szerintem az este alatt egyébként haza fogunk menni. Erre voltunk? Erre van leszakadva a túloldalt a dolog. Aha. Jó, nem baj. Ez teljesen okés nekünk. Lámpa. Szerintem egyébként az a helyzet, hogyha így elektromos cuccokat gyűjtesz, és van a salvage operation-od így fejlesztve egyszer, de még talán ha nincs is egyébként, még akkor is egyébként bőven elegendő az, hogyha egy-egy épületet összefosztasz így elektromos cuccokért, ha csak nem valami nagyon durva dolgot készítesz. Hol van a salvage operation? Itt van. Ja, van egy pontomra. Mert ha megnézitek, már most mennyi elektronikus alkatrészünk van? 19. Ez adja. What the fuck? Wow, ez érdekes volt. És akkor szétszedem megint. Ott marad vajon? Nem, most nem maradt ott. Ez nagyon fura volt. Hol van? További lámpa. Nincs, nincs több lámpa. Viszont van hűtőszekrény. Hú, mondjuk oda kéne érni, leadni a küldetés neki. Na nem baj, mindjárt végzünk. Az nem, ez. Ezt nem is néztem át. Nem baj, rothadt hús volt benne, annyira nem nagy kiagyás lett volna. Ja, azért nem néztem át, mert erre mentünk át először, és emiatt nem jöttem erre. Ó, akkor itt aztán még van mit lootolni. Lehet még a hűtőt is ki tudtam volna. Azt nem tudom, hogy feltétlenül, hogy ez kinyitható hűtő volt-e. Nem baj, még gyorsban átnézzük, amit még tudunk itt. Hát az most elég esélyes, hogy ott marad. Tudom, itt nem tessék. Gyere velünk, az kész. Ó, ne. Jó, irány a kereskedő. Te honnan jöttél? És hova mész? Gyorsan leadjuk ezt a küldetést, azt szerintem egyébként végeztünk nagyjából ezzel a tervvel, amit akartunk itt. Vagy itt töltöm az éjszakát. Itt töltöm az éjszakát. Ah, nem, mondjuk tele van az inventorink. Ja, tele vagyunk cuccokkal. Bár, várjatok, mi van, hogyha én most ezt nyomom így? Elég, hát lett azért szabad helyünk, nem azt mondom, hogy olyan sok, de azért lett. Ezt modify, ezt kivesszük. Ezt így betörjük, na oda. Jó, még, szerintem még egy napot itt tölthetünk, aztán majd utána megyünk vissza. Van még azért egy minimális mennyiségű helyünk. Felveszek még egy küldetést, aztán majd akkor megcsináljuk. Shotgun mód. Vagy 9mm-es lőszer. Szerintem ilyenünk van otthon, szóval inkább lőszert fogok kérni. Na, még egy küldetés. Várjál, miért egyes küldetéseket adsz? Nem ezt szeretném. Azért, mert nem csináltam meg a küldetésedet, ezért egyes küldetéseket adsz? Akkor tudod mit? Fejezzük be először a másik küldetést. Lehet, hogy így is úgyis egyes küldetéseket ad majd. Mert... Várjatok, egyet nézzünk meg. Nem váltottam vissza vajon véletlenül? Nem. Ha esetleg felmerülne a kérdés, mi ez az admin options? Ezek ilyen adminisztratív dolgok, amiket tudunk csinálni, azért, mert a debug menü be van kapcsolva. A debug menü az jóformán ilyen developer menü, ez
erre, tehát ezzel ilyen szokták használni, hogyan mondjam, na. Szóval a játékkészítőknek van bent, hogy ki tudjanak próbálni mindenféle dolgot. Én... Ja, szerintem haza is pattanok, aztán majd a következő részben folytatjuk, hogy akkor mi merre, hogy... Jó, kamera nem tűnt el, nagyon jó. Oké, és remélem jól szórakoztatok, remélem csatlakoztok hozzám legközelebb, és aztán valahogy majd vagy szerzünk, vagy készítünk, de szerintem nem készítünk, szerintem szereznünk kell egy jobb vadászpuskát, egy minimum kettes szintűt, vagy hármas szintűt. Szerintem egy hármas szintűvel már azért ott leszünk, hogy ezzel a gépfegyverrel felveszi a versenyt valamennyire. Mert ez a gépfegyver erős egyébként, tehát hogy... Ó, hello. Hopp. Milyen kecsesen felborítottam. Ahogy ne. Szerintem egy hármassal már felve... mondjuk ez egy ötös szintű. Ez egy ötös szintű. Mindegy, csak 71-es sebzésre. Szerintem egy hármas azért nagyjából eljut 71-ig. És úgy, várjátok, úgy nézzétek, hogy ebben módok vannak. Tehát, hogyha így összehasonlítjuk, akkor látjuk, hogy 59 az alapsebzés ennek. Mert ilyenkor az alapot nézi, nem a módokkal hasonlítja össze. Na, hol vagy, robotom? Adj egy kést. Olyan, mint a vörös éjszakának készülőd, de nem? De nem tanap. Na jó, remélem jól szórakoztatok, a legközelebbi videóig. Sziasztok!